Sziasztok, ez itt ismét a Duplatizás, amelynek a mai adásában beszélni fogunk a magyar válogatott Szerbia felett tartott győzelméről, Neymar rekordöntéséről és Hansi Flick menesztéséről a német válogatottnál. Tartsatok velünk! Kezdjük! Az év legfontosabb mérkőzésén kettő egy győzött a magyar válogatott Szerbiában, Európa is selejtezőn, amelyel egy nagyon-nagyon fontos lépést tett meg afelé, hogy kiusson a jövő évi németországi kontinens tornára. De ne is szaladjunk ennyire előre, milyenek voltak a kezdők, miben változtatott a beígérthez képest már Rossi, vagy miben nem? Igen, ugye a csütörtöki mérkőzésen már pontosan azt a kezdőcsapatot küldte pályára, amit itt mi egy hete megbeszéltünk, hogy várható. A legnagyobb kérdés talán a csatárposzt volt, ott Ádám Martin helyett, ezúttal a Fradiban remek formát mutató Varga Barnavás kezdett, úgyhogy ez sem volt igazán meglepő, ugye a Bolla helyén beszéltük, hogy Négó kezd majd, ő kezdett és fontos szerepe is volt a meccsen, Dibusz egyértelmű volt, hogy Gulácsi még nem tér vissza erre a mérkőzésre, és ő játszik majd, és igazából még a középpálya lehetett kérdés, ott Kalmár végül nem került be, és a Nagy Ádám duó kezdett, úgyhogy hát ezzel vágtunk neki a mesnek, végül jól is jöttünk ki belőle, de azért a szerbek kezdőjére is érdemes kitérni. Arra a szerb kezdőre, ami sokkal többet ér papíron, mint a magyar válogatotti. Ugyanakkor szerintem hiába a piaci értékük több a játékosoknak, a szerb csapat nem nagyon nézett ki amúgy csapatként, és szerintem az elmúlt jó pár évben ez amúgy igaz rájuk, hogy olyan sztárok vannak náluk, mint Vanya Milinkovic-Szavics, Szergei milinkovic, milinkovic vagy éppen Alexander Mitrovics, aki a Premier League-ben... Lahovicsot már nem is említsd. Igen, vagy Dusan Tadicsot, szóval, <laughs> meg Filip Kosticsot, tehát, hogy ilyen kaliberű játékosok voltak, valahogy mégse állt össze úgy igazán ez a szerb csapat, amit mi ki is tudtunk használni. Így van, nyertünk kettő ide vegyük sorra röviden, hogy hogy esett ez a három gól, ugye kettő egy lett a mérkőzés vége. Igen, hát a meccs úgy szerintem kifejezetten dominálni tudtuk, és a, mi tartottuk a labdát. Ennek ellenére egy szerencsétlen öngollal a szerbek szerezték meg a vezetést, amit Szalai Attila szerzett, de nem esett össze egyáltalán a válogatott, sőt, még az első fél időben fordítani tudott előbb Varga Barnabás, majd Langádám beadással lecsúszott lövése után Vili Orbánnak a góljával, és végül is megszerezte a vezetést, amit meg is tudott tartani egészen a mérkőzés végéig, a második fél időben remek védekezéssel. Igen, az fontos leszögezni szerintem, hogy mi kontrolláltuk inkább a meccset. Tehát a, a csapata gyakorlatilag nem is az, hogy dominál, de az ő kedvé kénye szerint járatta a játékot, és az volt az érdekes, hogy igazából mind a három, egyik gól sem kidolgozott akcióból született. Ugye konkrétan az első gól, Szalai Attila gólya, az Vlahovics eléggé félre lövéséből született. Ha az ott nem megy be, nem blokkolja Szalai, és mondjuk mellé megy, akkor elég nagy nevetség tárgyalva hát, vált volna. igazából rá, és, igen, is volna. volna a labdát. Igen, végül azonban fordítani tudtunk, és a második fél időben egy, egy gyengébb színvonalú második fél időben, ö, is meg tudtuk tartani a kontrollt, és végül igen, a az a legfontosabb védései. szerintem, hogy, igen. Hogy ott nem kaptunk gólt, és valószínűleg már ezt is kérte a szünetben, hogy, hogy, hogy arra menjünk rá, hogy minél inkább tartsuk meg a labdát, ne nyomjanak annyira a szerbek, és lehetőleg ne találjanak be. Igen, és ebben valamint a fordításban is hatalmas szerepe volt Loik Négónak, aki ugye már beszéltünk, hogy Bolla Bendegúz helyén játszott, vagy Fiola Attila helyén, ahogy tetszik, játszott a jobb oldalon, ugye a válogatottban. Ő ugye Fehérvártól a Löávhoz igazolt a Ligönbe, ahol minden meccsen kezd, most már gólpassza is van, és egyre jobb formába kerül, és az az igazság, hogy nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk októberben az elvisejtézők során ha ott is lesz Bolla Bendegúz a keretben, aki már akkor játszani fog rendszeresen a szervetben, nem Négo kapja majd meg a kezdőben a lehetőséget, mert valami elképesztő meccset játszott a szerbek ellen. Az egyik legfontosabb láncem volt, nálunk ő is lett a meccsembere, és hát három kulcspassza volt, gyakorlatilag szányvédőként, de sokszor szélsőként, hat párharcot nyert meg a földön, és 11 labdát gyűjtött be, és az első gólnál elévülhetetlen érdemei voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy még nagyon sokat tett hozzá ehhez a meccshez, és Szoboszlai Dominikkal a jobb oldalon elképesztően meg tudták bontani a szerbeket. Ugye az volt még érdekes taktikailag, hogy a, a szerbek, mi túltöltöttük a szerbek baloldalát, és így a jobb oldalon négo és szoboszlai tudott kombinálni, amiből sokszor veszélyeztettünk. Igen, én is ezt akartam mondani, hogy sokkal inkább arra játszottunk az első fél időben, hogy az egyik oldal túltöltjük, ami, való, ami több esetben a baloldal volt, majd onnan egy, egy szoboszlai, vagy a, éppen az áthelyezkedő sallainak a az átívelésével Négó rengeteg helyet kapott, és mivel Kosticsnak azért nem a védekezése legnagyobb erőssége, mivel ő inkább egy hát baloldali középpályás, és es esetleg szélső, ezt ki tudtuk használni, és Négónak a sebessége még mindig megvan ahhoz, hogy ezeket az egy-egyeket, ezeket fel felvegyés, nagyon szépen megtartotta a labdát, esetleg több ember ellen is utána inkább visszalépett, kiosztotta ide, kiosztotta. Igen, igen ő ő volt azt hiszem a legtöbb sikeres labdavezetés is, úgyhogy szerintem mindenképpen egy ki, kiemelkedő mérkőzés hozott, de azért ne, fe, ne ö, felejtsük el mondjuk Stiles-nak vagy Nagy Ádámnak a mérkőzését, aki nagyon sokat kritizált Nagy Ádámnak a mérkőzését, aki szerintem az előz, előzetes várakozásokhoz képest, képest messze túl teljesített. Igen, ugye Nagy Ádám és Sztálysz játszott, sokan Kalmárt válták a kezdőben egy igen kicsit visszavonta a pozícióban. Nagy Ádám most ért vissza a Pizza kezdébe Olaszországban, eddig ugye nem nagyon játszott. Ehhez képest, és amint mondtad, elég sokat kritizálták, ehhez képest hat párharcból ötöt megnyert a földön. Stiles pedig négy labdát is szerzett, rendkívül fontos pozíciókban. Stiles mozgatta igazából a középpályát, és játszott össze inkább négóékkal, viszont nagy, rendkívül megbízható teljesítmény nyújtott ezen a meccsen, úgyhogy ö, ameddig Séfrand is nem épül föl, szerintem ezzel a középpályával sincsen semmilyen gond, úgyhogy így is jól tudunk működni. Az viszont biztos, hogy a jövőben majd, ha jövőbe tekintünk, akkor ez az a poszt talán a három csapatrész közül, amelyik majd a leginkább fejlesztésre szorul, ez nyilván nem rajtunk múlik. És akkor volt még egy meccsünk a kettes győzelem után, ez már egy felkészülési meccs. Igen, ugye vasárnap a Puskásban fogadtuk a Cseh válogatottat, és még a kicsit a középpályásokkal akartam átkötni ezt a részt, hogy ezen a mérkőzésen én vártam volna azt Márkor rosszitól, hogy mondjuk akár több percet játszhatja Katát, bedobja esetleg Suhodovskit. Kal már kezdett Nagy Ádámnak a helyén a csehek ellen, viszont nem játszotta végig a mérkőzést, Ugye egy-egyet játszottunk egy felkészülési barátságosnak egyáltalán nem nevezhető mérkőzésen. Ugye eléggé durván játszottak a csehek ahhoz képest. Ölték a, nem csak a játékot egyes fázisaiban a mérkőzésnek, hanem a Kis ilyen magyar a lábakat is. is. Úgyhogy mindenképpen vannak fontos tanulságai ennek a mérkőzésnek is, főleg a labda ami szerintem megemlítendő, hogy Szoboszlai Dominik rendkívül sokszor lép, főleg, a második, főleg az első fél időben rendkívül sokszor lépett vissza, egészen Dibusz mellé, és onnan játsz, indítottuk el a támadásépítés, volt egy hát elképesztő indítása Lőik is. Sokan megénekelték a nemzetközi sajtóban is. Igen, az a Liverpool az szurkolók a Twitteremen az nagyon-nagyon elszabadultak, hogy úristen, mi ezt a játékost megvettük? Hát nem tudom, ki ez a Kevin De Bruyne? Meg ilyen, <laughs> ilyen kommentek érkeztek. Na igen, igen. Ö, és amíg mi a csehek ellen játszottunk, addig a csoport többi tagja is pályára lépett. Igen, ugye a szerbek gyakorlatilag simán 3 1 legyőzték a litvánokat, ez várható volt. Nekünk a bolgár-montenegró meccse, illetve a montenegró-bulgária meccse szegeződött inkább a figyelmünk, ugye pont akkor játszottak, amikor mi a csehekkel. És hát ott a legjobb eredmény a döntetlen lett volna, ami nagyon sokáig úgy tűnt, hogy össze is jön. Ugye a montenegrók emberhátrányba kerültek otthon, kaptak is egy gólt, de a 96. percben tíz emberrel is betaláltak Stefan Jovetics révén, így sincsen baj, sőt, mi az, hogy, de így a Montenegróiak már 8 ponttal állnak, mi ugye 10 de egyel több meccset játszottak. Bizonyos statisztikai mutatók szerint így is több mint 99% az esély annak, hogy innen már a magyar válogatott megoldja az egyenesági kiutást. Jelenleg 10 megszerzett ponttal vezeti a csoportját, ott vannak mögötte a szerbek, ugye ugyan a pontazonossággal, de egyel több meccsel és a Montenegróiak, úgyhogy ha októberben sikerülne a Puskás Arénába a szerveket, akkor 100%-ig bebiztosítanánk a tovább lépést. Hiába a válogatott szünet, ezen a héten is kiválasztottuk, hogy szerintünk ki lett a hét játékosa. Itt most három jelöltünk volt, három labdarúgó, a Manchester United tandemje. Ha mondhatjuk így, az egyik hogy Christian Eriksen, aki szinte hibátlan meccset hozott San Marino ellen valamint Scott McTominay, aki tovább a skót válogatottal, a harmadik pedig Álvaro Morata, aki mesterhármas szerzett a spanyol válogatottban Grúzia ellen. Hát már akkor ismertest, hogy kilesett a választásunk. Spoiler, nem ő, de Scott McTominay-hez fontos hozzátenni, hogy vezeti az Európa is selejtező góllövő listáját. Ugye a hat gólja van, holt versenyben első vezet, de neki gólpassza is van most már, úgyhogy így egyedül. Az első azért elég meredek lenne, hogy ha ő lenne a gólkirály a végén, bár Csatárként kezdte a karrierjét, ifjúban ott játszott, de a mi választásunk egy igazi csatára Álvaro Morátára esett, aki lehet, hogy nem leszek népszerű, szerintem korunk egyik értékeltebb csatára. Rengeteg pénzt fizettek ki érte, és emiatt ahhoz képest, amilyen teljesítmény nyújt, sokan nagyon sokszor megtalálják, és hát van is a, a góllövő erényeivel jócskán probléma, viszont mezőnyben, amit hozzá tud tenni, az az már-már világklasszis kategória, határát súrolgatja néha, hogy <laughs> finoman nagyon nézek, Nagyon nézek azért, nálam Morata nem világklasszis kategória, ne, ne, de határát súrolgatja néha, ez fontos. Ö, tehát, Jó, talán. Igen, de szerintem ahhoz képest túl sok támadást kap, mint amilyen játékos ő valójában. Ugye most szépen elmondtam az erényeit a, a, a játékban való részvételre. Na hát ezen a meccsen pont nem kell bejeleskedned. Grúzi ellen igazából, mint egy, egy igazi góllövő csatár, úgy látszott, hogy az egész meccsen 22 darab labda érintése volt, ami nem túl sok. Ebből három gól szerzett, összesen négy lövésből, három talált kaput, mind a három lövése bement, úgyhogy igazából mondhatjuk, hogy eléggé hatékony volt. Grúzia Amire volt kap... az ellenfél, az a Grúzia, amelyik egész jól nézett ki eddig a saját ez tehát ez már nem az a Grúz válogatott, akinek jó, a spanyolok rúgtak egy hetest, oké, okay, hanem tényleg egy, egy Jól összerakott hogy válogatottnak 7 gólt rúgtak a spanyolok, és ebből morát a hármat vállalt. Ő a 7 játékosa, de amiatt ö, fontosnak tartottam őt kiemelni, az az, hogy jelenleg az ötödik helyen áll a, az örök gólövő listáján a spanyoloknak, és hát olyan nevek vannak előtte a rangsorban. De, és milyenek vannak amúgy még mögötte is, tehát igen, igen disztefánok. Akiken csak ámulunk és bámulunk, de ugye David Villa ennek a listának az él, élén, ugye múlt héten, kedvencem. múlt héten megénekelted, 59 gólos ő, Raúl követi a második helyen 44 e Fernando Torres 38 gólos, David Silva 35 találatot szerzett, és ott jön Moret a 33 góllal, hogyha ha reálisan nézzük, Morátának a harmadik hely, az nagyon simán meg lehet, ugye 5 góra van attól, hogy beállítsa Torres Rucsát, de Raúl 44 gólosa, sem elérhetetlen egyáltalán. Szerintem ő, Nézve amúgy... azt, hogy milyen spanyol fiatal csatárok Igen, vannak, nagyon a, a per meccs aránya, azt, azt hiszem pedig, csak Riyának jobba jobb hát a... Az pedig elképesztő. Az elsődben, úgy 65 hogy... meccse van eddig Morátának a válogatottban. 33 gól szerzett, tehát a, a meccsek felén betalált, több mint a felén. ehhez képest mondjuk raulnak 102 meccs kellett a 44 gólhoz, Torresnek 110 a 38-hoz. Tehát bármennyire is szígyák maradhat, és persze ezeknek a csatároknak voltak vettétársai abban az időben, neki nem, Ö, ez elképesztő mutató, úgyhogy a válogatottban továbbra is hatékony maradtál, a spanyolok pedig tettek egy nagy lépést afelé, hogy lehet, hogy csak a skótok mögött, de kiussanak az ebére. Folytassuk akkor a hét döntésével, avagy Hansi Flicknek a menesztésével. Hát mondanám azt, hogy meglepett, de mondanám azt is, hogy nem lepett meg. Ugye szombaton a, ja a japán válogatott Wolfsburgban győzte, a hazai pályán győzte le a németeket, vagy hát a németeknek hazai pályán győzte le a nacionál Elfet, ráadásul négy egyre, és tíz hónapon belül másodjára is megverték a németeket. Ugye először a VB, n kettő egyre, majd most pedig hát, egy felkészülési mérkőzésen, de ez azért mutatja, hogy a felkészülési mérkőzésének is van tétje, és hát Hansi Flicknek itt ért véget az útja a National F kispadján, 2021-ben nevezték ki, ugyan, és ez, ugye, és ez nagyon-nagyon jól indult amúgy, tehát, hogy a VB selejtező közben vette át az irányítását a németeknek, és az első nyolc meccsét megnyerte, 33 gólt rúgott, és kettőt kapott a német válogatott ez alatt az időszak alatt, jó, nyilván olyan ellenfeleik voltak, mint Örményország, meg Luxemburg, tehát hogy nem a legerősebb Liechtenstein? Igen. Ja, igen, akkor Liechtenstein. Mindegy, valószínű egy erősség a kettő. Luxemburg talán még erősebb Lichten, is. Igen. Na mindegy, tehát hogy igen, nem a legerősebb ellenfeleik voltak. Aztán, amikor jöttek ezek az erős ellenfelek a Nemzetek Ligájában, ugye az olaszok, az angolok és a magyar válogatott, ott, ott úgy, mintha valami megállt volna, tehát hogy folyamatos döntetlenek majd jött ugye tavaly év végén a VB kiesés. Itt, ha szúrja közbe, a nyolc győzelem után, amit említettél, a legutóbbi 17 meccsen német válogatottan négy darab győzelem jött össze, 6 vereség és hét döntetlen. A házi a nyolc győzelemmel együtt 1,72 pont per meccs átlagot tett össze, ami hát egészen borzalmas, hogy német válogatottan. Hát igen, és kereshetjük igazából az okokat, hogy mi volt ez, én talán kettőt tudok mondani így hirtelen. Az egyik az, hogy ugye Flick a Bayern Münchennel dupláz, ugye, triplázni tudott 2020-ban, viszont akkor az ő játékához megvoltak azok a játékos profilok, amik kifejezetten fontosak neki, például David Alaba. Itt viszont nem volt meg ez egyáltalán, és Kérelrel meg Nikos Lotterbekkel próbálkozott viszonylag többször, és nem nagyon jött össze, például is a rapánok elleni slottárbek balhát bal játszott, amit a Dortmund korábban szerintem egyszer sem. Úgyhogy a másik pedig az, az, az öltöző, és az öltözői légkör, amit valószínűleg, hát szokott ez a klisé lenni, hogy elvesztette az öltözőt. Ez szerintem igaz lehet jelen esetre. Ugye Flick a kapitányt is megváltoztatta, ugye kimich helyett most már Gündogan viselte a karszalagot, és már egy ideje amúgy ő viseli, ha jól tudom. Valamint a, az Atletiken megjelent egy cikk, amiben az egy inkább ilyen kis szerű, amiben azt taglalják, hogy a, a német, a Flick a taktikai és a, a taktikai döntéseit megvitatta. Megvitat. a játékosaival, kikérte a véleményüket, és minthogyha nem tudom, én egyenrangú felekként kezelte volna őket, ez pedig valamilyen szinten jól is hangozhat, de sokkal inkább nem. Mivel megvitatni a játékosaiddal úgy, hogy neked inkább az utasításokat kellene adni, ez valószínűleg nagyon nagy önbizalom hiányra val, és a játékosok sem tudtak felnézni annyira a szövetségi kapitányra. Két dolgot fűznék hozzá ez. Az egyik az az, hogy 2020-ban a Bayernnél ez nem volt probléma, hogy Flick így kezelte a zöldözőt, már pedig ugye a Bayern München gerince az nagyjából a német válogatottban is megtalálható jelenleg is. később azért jelentkeztek ott is gondok amúgy, szóval igen, se volt annyira jó. A triplázás alatt gördülékenyebbnek mutatkozott a kívülállók számára, de utána azért jelentkeztek problémák. Igen, a másik pedig, abba pedig egyetértenék veled, ugye szintén a zöldözői légkörben, hogy 2014-ben Johaim Lőv csapatának, a VB győztes nagymenete és bemutató német csapatnak a másodedzője volt, a segéd Ott az ő szerepe, az azóta megjel, a sajtóban megjelentek szerint, kettő dolog volt. Az egyik az az, hogy bratizzon a játékosokkal, csúnya szóval mondva, tehát tartsa meg a jó légkört. A másik az, hogy taktikailag adjon olyan tanácsokat Johaim Lővnek, amik segíthetik a csapat sikerességét. Ha ezt megnézzük, taktikailag most is rendben van Flick, viszont megmaradt ez a barátkozós viszony, úgy látszik a német válogatottnál, ez pedig nem biztos, hogy jól állt egy szövetségkapitánynak. Arra azért én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezután hol folytatja. Ugye a klub szinten a Bayernen kívül nem nagyon vállalt munkát, legalábbis eléggé régen, viszont én nem lepődnék meg rajta, hogyha nem is a Bayernnél, de egy másik Bundesliga csapatnál feltűnne majd a közeljövőben, meglátjuk. És egy kérdés még itt a végére, szerinted ki lesz Flicknek az utódja a németeknél? Benfica jelenlegi vezetőedző Roger Schmidt. Jó, amúgy látok benne amúgy a realitás, de szerintem viszont a jelenleg munkanélküli Julian Nagelsmann fog leülni a kispadra. És térjünk át a hét rekordjára, ugyanis Neymar beelőzte pelét, és a trónra lépett a brazil válogatott örök, gólövőlistájának örökranglistáján, és hát sokakban felmerülhet, jogosan vagy nem jogosan, inkább nem jogosan, hogy Neymar ezzel hivatalosan is már kimondható el az, hogy jobb játékos, -e, mint Pelé. Szerintem ez, ez nagyjából senki már nem merül föl. Én láttam már ilyet, csak ezért mondom, szerintem Igen. sem, és azért remélem, hogy a nagy többség, az, aki nézi ezt az adást, az úgy gondolja, hogy nem. Hiszen alapból nekem az az elvem, hogy nem hasonlítgatunk össze, főleg ilyen távoli korszakokat. Pelé Más csapatoknak más jellegű foci volt, amikor ő rugdosta ezeket a gólokat. Úgyhogy egy dolgot itt még azért hozzátennénk, hogy a számokat nem mondtuk konkrétan, 79 gólos lett már, ugye Pelé ö, 77 góllal tartotta nagyon sokáig a csúcsot, és ugye még Ronaldo Nazáro volt a harmadik a fenomén, aki 62 gól szerzett. Elképesztő népsor, meg mögötte is elképesztő játékosok vannak. Annyit még nem már, hogy elmondtuk, hogy oké, okay, nem Pelé. De attól függetlenül talán most egy rekordöntés alkalommal is túlzottan bántják, azért ezt a 79 gólt ő, ő megrúgta, ráadásul ö, ugyan a fontos pillanatokon sokszor megsérült, de egyébként meg fontos meccseken sokszor szerzett gólt, és juttatta ki a csapatát egyenenságom VB-re, és így tovább, úgyhogy ö, azért ö, ez mégiscsak egy szép rekord. Igen, azért szerintem nem már az egyik leg... Ha a, tényleg a játékosoknak a legmagasabb szintjén lévő játékosokat nézzük, akkor a legmagasabb szinten lévő játékosokat nézzük, akkor nem már az egyik legalulértékeltebb szerintem még ha a védekező munkája ne, olyan, amilyen. Meg Viszont... a stílusával tett erről. Igen, tehát hogy ez valamilyen szinten jogos is. Viszont a brazil válogatottról még annyit mondjunk el, ami szerintem majdnem a legfontosabb, hogy ugye Csicsinek a távozása után, a VB után, most ült le először a kispadra Fernando Diniz, aki ugye a fluminense a, fluminensenek a vezetőedzője jelenleg, és ő, hát mondhatjuk, hogy egy teljesen más utat jár be itt a modern labdarúgásban, mint, ami mondjuk Európában jelenleg a trendi, ugye ő a relacionizmusnak a képviselője, ami arról szól igazából, hogy a játékosoknak sokkal szabadabb a helye, nem annyira kötöttek, sokkal szabadabbak a pályán, nincsenek annyi, nem annyira struktúrált egy csapatnak a mozgása, mint mondjuk azt tegyük fel bármelyik. Majd a ne, bármely. pozíciós futball ellentétjeként Igen. is szokták nevezni, ugye a Guardiola és, és, és Diniza. Igen, a, két ha olyan. egy spektrumot elhelyezünk, akkor talán... Diniz a, a relacionizmusnak a, a legszélén van. Igen. Ő ezt nagyon-nagyon ő ezt érzi, úgymond a fluminance és ezt ennek a jelei már játszottak amúgy a brazil válogatóknak az első meccsén is. Ott a, talán a 80 nem tudom hányadik percnél, amikor már mentek három vagy négyel a brazilok, akkor volt egy pár perc, amik olyan szinten gyönyörűen játszották a játékot, elmozgások ide, bemozgások oda, indulnak a játékosok, a jobb szélső feltűnik a bala hátvét pozíciójában, és így tovább. Tehát hogy folyam, meg volt ez a folyamatos forgás, és ez az a szabadság, ami miatt Neymar valószínűleg csillogni tudott, és én valószínűleg Diniz nem fog egy pár hónapnál tovább, vagy egy maximum egy fél évnél, vagy egy év, hát ugye a fél az évnél. az a terv, hogy a 2024-es Kupa Amerika előtt távozik, hogy Carlo Ancelotti leüljön a kispadra. Tehát a Diniznek nem biztos, hogy olyan sok meccse lesz a brazil válogatott kispadján, viszont ez jelenleg egy lehetőséget ad Neymarnak arra, hogy úgymond talán így a, 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 futballnak így az utolsó igazi nagy varázslójaként, ennek a klasszikus brazil stílusnak a képviselőjeként, ami még szerintem benne van, jobban benne van az, az ösztönösség, mint Viniciusban. Ezzel úgymond csilloghasson még a válogatott szinten, és leveszik róla azt a terhet, ami mondjuk a védekezéssel járna a csapattársai. Igen, ugye mondjuk ha ez tényleg csak 2024 nyaráig tart, akkor sok ideje nem lesz csillogni, főleg nem nagy meccseken. De hogyha Carlo Ancelotti jön, akkor ő is valószínűleg meg fog tartani elemeket ebből a, a féle futballból. Meglátjuk majd Michel Gébből, ott ugye több olyan játékosa is lesz, aki a Real Madridnál is vele dolgozik még jelenleg. De hát térjünk rá a quiz részünkre. Talált ki a játékost! Ez a mai játékomnak a neve, amely során az lesz a feladatod, hogy a pályafuk, pályafutásuk alapján kell kitalálnod. A labdarúgókat, akiket hoztam, kezdjük is az elsővel, aki a Stuttgartban kezdett, majd igazolt a Real Madridhoz, a Juventusba, majd a Hertha Berlinhez. Már, Már visszavonult. Igen. Ugye? Igen. Akkor szemük Edirá. Igen, ő lesz. Igen, az. igen, ő lesz igen. Az. A Hertha kicsit megzavar, de aztán, aztán beugrott, úgyhogy mehetünk a második pályára. a második, ez egy kicsit hosszabb. Joinville, Cruzeiro, Benfica, Chelsea, Jiangsu, remélem jól mondom, elnézést a kínai kiejtésre, Zuning és Palmerias. Uh -huh. Megint segítek ennyit, de hogy mozognak a fogaskerekek, igen. ő is egy visszavonult játékos lesz. Igen, itt a, Chelsea Kína vonallal hirtelen Oszkárt közöttem össze, de ő, ő nem tért az, az a Brazíliába. Ramírez, ő Igen, az Ramirez. 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 Jó, oké. Okay. Na, jön a harmadik. A harmadik pedig Valencia, Bayern München, Paris Saint-Germain és Benfica. Ő egy aktív uh, labdarúgóról van szó. Aktív. Benficában vannak, hogy jelenleg. Igen. PSG-től. Juan Bernat. Igen. Lehet a, igen. Ő, ő igen. most került oda, hát ez segített, hogy aktív, különben bajban lettem volna. Ö, igen. igen. Ő. Kicsit becsapós volt, mert ugye ő kölcsönben van csak. Igen. A ban úgyhogy igen, de még Ez egy a PSG játékos egy jó de? ideje már. Te pedig még Pep Guardiola bayern játszott Igen. egészen sokat egyébként akkor. Jó, oké, szuper. Hát akkor folytassuk az én játékommal. Én egy nagyon egyszerű játékot hoztam most. Alul vagy túlértékelt, de igazából három opciód lesz. Mondok három játékost, mindegyikről el kell mondanod, hogy szerinted alulértékelt, túlértékelt, vagy tökéletesen értékelt igazából. Ö, úgyhogy kezdjük is az első névvel, aki nem más, mint a Barcelona fiatal tehetsége, Gavi. Ö, mondanám azt, és mondom is azt, hogy inkább túlértékelt. Nem fognak és szeretni. Biztos, hogy a Barcelona szurkolók most nem fognak szeretni, de szerintem Gavinek a képességei messze vannak még Pedriéhez képest. Pedri egy majdhogy nem már lassan egy világlasszis is se érik. Gavi viszont szerintem. Nincs ezen a szinten még. Ugye nagyon korán került a Barcelonának a kezdőjébe, emiatt, és nagyon sokat is játszott. Golden ja, megkapta a is Golden lett. Boy-t, Amit vitatnék, hogy neki kellett volna kapnia, de igen, szerintem ő jelenleg, főleg a szurkolók körében, egy túlértékelt játékos. Én csak annyit teszek hozzá, hogy egyetértek egyébként. Jöjjön a másik nevünk, Joshua Kimik. Kimik, hát szerintem amúgy ő egy végül is egy helyet, tehát hogy ott helyén kezelik. Majd, hogy nem mindenhol. Tehát nem csak a szurkolók, a, szaksajtók körében is, a szakértőknél is. Ki még egy világlasz is. Hát mondjam azt, hogy középpályás, de végül nem csak egy középpályás, hanem ugye jobb hátvétként kezdte, és a középpályán is hatosként is, nyolcasként is bevethető, és ezt, ezt szerintem mindenki elismeri, hogy, hogy a posztján is a világ legjobbiai közé tartozik szerintem korunk legjobb mélységirányítója irányítója jelenleg. Talán néha picit beleszürkül ebbe a, a, Bayern Münchenben maradok körökre, szerepkörbe, mint ahogy Hű, más poszton Thomas Müller. Emiatt néha én kicsit alulértékeltnek érzem, de egyébként igen, úgy kezelik, ahogy kell, egy világklasszis is játékosként. És akkor a harmadik nevünk Angliába megyünk, Newcastle-be, Joelinton. Fuha, ő abból a szempontból szerintem Ebben a játékban nehezen megítélhető, hogy szerintem Zsolintorról, főleg Magyarországon nem olyan széles körűen beszélnek, ezért az ismerőseimmel nem szoktam Zsolintorról társalogni De miért nem? a nagy észben. <laughs> Amúgy ez egy jó kérdés, mert, mert szerintem én egy nagyon jó játékosnak tartom őt, aki egy nagyon érdekes hát ilyen átváltozáson ment keresztül a legutóbbi hát, ő csatárnak hát most már két, indul. És két, két és fél évben. Igen, ő, ő csatárnak indult, ugye Hoffenheimből került a, a Newcastle-be, és szépen lassan, hát előbb a bal szélen is játszott, aztán baloldali bal középpályásként, de végül játszott középső középpályásként is, és szerintem ez a baloldali nyolcas, ahol most játszik, ez, ez teljesen jól áll neki, és valahol ez a, az a pozíció, úgyhogy én, én valahogy, ha lehet ilyet mondani, egyik kategóriába se sorolnám be, egyszerűen amiatt, mert, mert az én köröm, én köreimben, meg ahol én kapom az impulzusokat róla, ott, ott nincs akkor társalgás gyakorlatilag Zsóelingtóról, úgyhogy maradjon akkor a helyén kezelt, vagy igen. Jó, oké. Okay. Tökéletesen értékelt fogalmazhatjunk így. Ugyan ebben az adásban még a válogatott meccsek játszottak főszerepet, de hétvégén visszatér a klubfutball, úgyhogy elhoztunk újabb két olyan mérkőzést, amit érdemes lesz majd megnézni, meg még majd hármat, amit, amit szintén. De kettőt fejtsünk ki bővebben. Ugye pénteken rögtön egy Bayern München, Bayern-Leverkusen rangadóval indul a Bundesliga fordulója, ami hát én nálam ez a hét meccsen, amit de legjobban várok. Szerintem is amúgy ez kötelező mindenkinek. Pénteken ként, a is a Bayern, leülni, és ezt ki. Igen. Kén és a Bayern remekül indult. De még de a hát, Leverkusen is mennyire jól indult. Hát nem úgy, mint a Leverkusen, amelyik egészen elképesztő, hogy milyen formában van, és hogy Csabi Alonso hogy változtatta meg a játékot, amióta ott van a csapatnál. Ugye tavaly szezon közben érkezve még egy kontrázó csapat volt inkább a Leverkusen, és erre az idényre gyakorlatilag minden mutatóban a Bayern münchen vetekedik a Leverkusen, dominálják a labdát, folyamatosan helyzeteket alakítanak ki, pedig olyan ellenfelek játszottak, mint a Lipcse vagy a München és, 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 rengeteg, ugye Viktor Boniface már egyszer megénekeltük, és még hosszabban is megfogjuk, mert meccsenként hét lövést átlagol, egészen elképesztő, úgyhogy ö, számomra az lesz itt a nagyon érdekes, hogy viszont ezen a meccsen visszaáll majd -e a arra a taktikára, hogy akkor jöjjön a Bayern, ők néha magasan letámadják őket, és a labdaszerzésekből kontráznak. Ha igen, akkor is nagyon jó mes lesz, de ha itt is szeretnének dominálni fázisonként, azt hiszem, hogy még jobb meccset szülne, hogy meglátjuk, és akkor még ott van szombaton az Inter Milán rangadó a szériában. Igen, ugye az Inter a Milánnal játszik a Giuseppe Meazza stadionban, vagy a San Siroban, kinek hogy tetszik, és hát egyelőre ez a két csapat az, az olasz bajnokságban, akik még hibátlanak, az Inter még gólt sem kapott, Úgyhogy Milano, új derbi ide vagy oda, ez még talán az eddigi mérkőzéseik közül is egy viszonylag pikánsabb találkozó lesz majd. Én nagyon-nagyon várom, főleg azért, mert a Milánnak annak ellenére, hogy hibátlanok megvoltak viszonylag a gyengeségei, főleg a labdakihozatalokban eddig, és hogy ezt az Inter hogyan fogja majd tudni kihasználni esetleg, vagy Pioli összerakja úgy a Milánt, hogy, hogy akár egy, majd, nem egy sima győzelmet is arassanak. De hát igen, majd meglátjuk. Én minden esetre nagyon várom ezt a meccset is. Igen, könnyen lehet, hogy majd a végelszámolásnál visszatekintünk erre a meccs, hogy ez döntött a bajnoki címről. Meglátjuk. De lesz itt még három meccs, amit kiemelnénk. Maradjunk a szériánál, ugye ugyanazon a napon, korábban, két órával lesz egy Juventus-Láció összecsapás. Egyik csapat sem kezdte igazán jól az idén. Hát a Láció nagyon rosszul. Igen, úgyhogy meglátjuk, hogy Szári mit rakott össze a szünetben. Ö, illetve lesz egy Real Madrid-Real Sociedad mérkőzés, természetesen a, a Blankók az esélyesek, de hát azért a sociedad mindig nagyon jó meccseket játszanak. nem mondom, hogy lesz Kubónak gólja. Igen, ezt, ezt, ezt nem mondom, hogy fogadjátok meg, de, de talán ezt is meg lehet tenni, és ö, a Manchester United pedig a Brightonnal játszik, ami borzasztóan jó meccsnek hangzik. Ez is nagyon jó. Ö, inkább a Brighton miatt, mint a United miatt. Itt egyébként én el tudom képzelni, hogy, hogy a Brighton Sokan azt hiszik majd, hogy igen, itt a Brighton jó formában van, és akkor jön, és akkor két kontrával a United hazavágja. Igen, ez Tetsz nagyon, ervéken. nagyon három esélyes ez a meccs ebből a szempontból. Tényleg bármi lehet. Úgyhogy meglátjuk, viszont térjünk rá az utolsó pontunkra, ami nem más, mint ezúttal is, ha merész tippek. Milyen merész tippet hoztál erre a hétre? Én a spanyol bajnokságban hoztam, amelynek jelenleg a dobogóján ott foglal a helyet a zsirona. Az a Girona, amely az elmúlt idényben a tizedik helyen végzett, az utolsó, a végelszámolásnál nem a, nem a legjobban nekik jött ki, hogyan osztották a pontokat. És ugye tizedik helyen végeztek, én viszont most azt mondom, hogy ott lesznek az Európa-ligában, legalább az év végén. Ugye nagyon-nagyon kevés, mint ment még le a spanyol bajnokságból, viszont a Zsirona egyelőre nagyon-nagyon jól néz ki. Egyet értenék, hogy kicsit elkezdek számolgatni, és mondjuk az első nagy hármost egyértelműen odarakom az első három helyre, akkor a Betis és a Sociedad Mögé. Így jobban néz ki, viszont utána a át simán benne van, hogy mondjuk megelőzik, és a Bilbao-nál is eddig jobban mutatnak, úgyhogy egyetértek. Legyen így, de ettől függetlenül ez egy merésztip. És mondom az enyémet, amire kíváncsi vagyok, majd mennyire tartasz merésznek, vakmerőnek, vagy egyenesen hülyeségnek. Nem Ö, az én, utóbbi. Én azt mondom, hogy a Brighton top 2-ben végez a PL-ben a szerzett gólók számát illetően. Mondtam volna első helyet, de az gyakorlatilag lehetetlen a Manchester City egyedülalkodása miatt. Ugye nézzük meg kicsit a számokat, tavaly is már egészen előkelő helyen, a negyedik helyen végzett a Brighton ebben a tekintetben. Ugye a Manchester City, az Arsenal és a Liverpool szerzett csak több gólt, mint Roberto Dezerbi csapata. Csak hogy Roberto Dezerbi akkor még a szezon közepén jött, ráadásul a Brighton még a elképesztő tavalyi, tavaszi menetelés mellett is alulrúgta a várható góljainak számát. Ö, ugye most négy forduló után 12 gól szereztek, ez három meccsenként. Ha ezt tartanak, akkor 114 gól a PL rekordot döntenének, nem valószínű, hogy tartani fogják. Viszont én azt gondolom, hogy ekkora és ilyen minőségű támadósorra, mint Kaoromitoma, Ferguson, Welbeck, João Pedro, Szolimárcs, Ansu Fati, ha felépül Enciszo, te ö, ki fognak jönni ebben a játékrendszerben úgy a helyzetek, hogy a Manchester City mögött 80-nál is több gól szerezve, ők szerezzék a másik legtöbb gólt. Húha. Amúgy elsőre, amikor csak azt mondtad, hogy, hogy a Brighton a másik legtöbb gólt szerzi a pl akkor azt mondanám rá így hirtelen számok nélkül, hogy ez hülyeség. Meggyőztem. De... Nem azt mondom, hogy meggyőztél, mert szerintem ez a mini nagyon merész, és ez szerintem nem fog bejönni. Talán is negyedikek lettek tavaly is negyedikek lettek, de szerintem a második hely nem lesz meg. Arzenál? Arzenál. Igen, Arzenál inkább. És ugye ott van a pool, amúgy, az Arzenálba gondolkodtam csak, de ott van a pool, amely eddig rugdossa a gólyait, de nekik tavaly is bejött két, két, két meccs biztosan, amikor, amikor kiszakadt a gólzsák, és ilyen hármas várható gólra rúgtak hatot, hetet. Igen. Például hát, Manchester United ellen. Úgyhogy, és a Liverpoolnak a tavalyi rossz formája valószínűleg idén már nem lesz annyira rossz, ha lesz is, úgyhogy ebben is, meg a pontvadászatban is nagyon kiélezett lesz a verseny. Szerintem nem lesz a Brighton ott a második helyen a szerzett gólok tekintetében. Ezért hívjuk ezt a robotot merész tippeknek, de majd erre visszatérünk az idén végén. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Jövő héten már bajnoki meccsekkel érkezünk. Ne felejtsétek el feliratkozni. Sziasztok! Sziasztok!